Ez itt a címlap, vendégem Karácsony Gergely főpolgármester, én Benyó Rita vagyok. Most, hogy lejár, lassacskán lejár az első ciklusa, mit gondol, miben lehet összefoglalni, miben más öt év után Budapest a karácsony alatt, mint volt tarlós alatt? Hát egyrészt azt muszáj azzal kezdenem, hogy, hogy még él. Mert ez a nem olyan magától érthetődő. Volt néhány kezelendő válság, amik egyébként Eléggé fölhívták a figyelmet arra, hogy az ellenálló képessége egy, egy, egy városnak, egy országnak, az Európai Uniónak, tehát ez egy olyan érték, amit meg kell őriznünk, sőt fejlesztenünk kell, mert jön még majd ilyen. És akkor, ha röviden akarok a kérdésére válaszolni, nyilván ezeket ki tudom fejteni sokkal bővebben is. De szerintem elindult abba az irányba, hogy felkészüljön egy másik elhúzódó, és egyébként sokkal nehezebb válság ez pedig a klímaváltozás. Tehát elindítottuk a várost egy olyan zöldebb irányba, meg egy szolidárisabb irányba, ami nagyon-nagyon fontos lesz, amikor 10-20 év múlva ebben a városban 5 fokkal melegebb lesz, ebben a városban majd meg kell küzdenünk azért, hogy legyen víz. És meg kell küzdenünk. példákat a valódi zöldítésre, tehát hogy ami nem látványpékség, hanem ami 5-10-20 éven belül is eredményeket fog hozni. Hát látom, hogy pénzségeket nem csinálunk, <laughs> tehát nem azért csinálunk valamit, hogy, hogy a Facebookon sok lájkunk legyen, hanem azért, hogy, hogy ezt a várost zöldítsük. Mondjuk Talós is van, nagyon büszke volt arra, hogy elültetett Budapesten 10 000 fát, 10 év alatt, hát mi most a 30, azt hiszem 40 tartunk nagyjából. Ami nagyon fontos szerintem, hogy a közösségi közlekedés versenyképességét nagyon nagy mértékben tudtuk javítani azzal, az elmúlt 30 év legnagyobb járműcsere programját hajtottuk, meg hajtjuk végre Budapesten. Soha nem érkezett ennyi új villamos troll és busz ebbe a városba az elmúlt 30 évbe. Megújítottuk a város legfontosabb közlekedési rendszerét, ez persze nem csak a mi érdemünk, a hármas metró felújítása, és én mindig elmondom, mert szerintem ez fontos, hogy ez egy ciklusrát húzódó beruházás, és kormány is Európai Uniós partnerségből van de elképesztően fontos, hogy egyben akadálymentessé is tettük. Tehát igazából az öldítés az nem csak azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a rakparton kirakunk egy tuját nyáron, az árnyékba, hanem, hogy olyan típusú perspektívikus építkezés történik, ami erre az időszakra készíti fel a város. De akkor majd egy olyan példát, ami egyáltalán nem likevadás, uh -huh. de a jelentősége óriási. Én éppen tegnap voltam az egyik szennyvíztelepünkön, hogy a főváros visszaszerezte a a fővárosi csatornázási műveknek a menedzsment jogait és a teljes tulajdonrészét, hiszen 97-ben ugye volt egy ilyen speciális privatizáció, ami egyébként megnyitotta azt a lehetőséget, hogy most visszaszerezzük, de például az, hogy a csatorna, hőt, illetve a szennyvíz, iszapot és az abból származó energiát a város most tudja használni a saját célaira, ez elképesztően fontos lesz. Uh, ugye a zöldítésre lehet, hogy a legegyszerűbb és evidens gondolat, de sokaknak eszébe jut, amiről egyébként Lázár János a minap a Bliknek a Margit hídon átsétálva, nyilatkozva eh, azt mondta, hogy a Fideszes állásponttal ellentétben neki az az eretnek gondolata van, hogy jó lenne a dugódi. Önnek vannak-e ilyen eretnek gondolatai? Nekem nem eretnek gondolataim vannak, nekem jó gondolataim vannak, <laughs> és a dugódi szerintem nem egyértelmű, hogy, hogy inkább a gondolat, mint jó. Mondom én ezt úgy, hogy én 19-ben egyébként vállaltam a programomban, szerepelt ez a felvetés. Visszatérve a Lázár interjúra, azért a miniszter úr eretnek módon válaszolt erre a kérdésre, mert azért azt nem mondta ki, a Dumodiat ő támogatja, csak az eretnekséggel jellemezte önmagát, de azért én is olvastam a, a az újság címeket arról, hogy Lázár János támogatja a dugodíjat, szerintem ebből az interjúból az derült, hogy Lázár János szeret megvalókázható nyilvánkozatokat tenni, és az, az nem derült, hogy támogatja a dugodíjat, egyébként a korra nyilvános állás mondja az, hogy nem. Az én programomban az úgynevezett stokholmi megoldást szerepelt, ami egy, 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 fontos pozitív példa a dugodíj kapcsán, de az egyedüli pozitív példa. Tehát Londonban például ami a világ legdugósabb városa, tehát ott a legtöbb torlódás van. Bevezették a dugódíjat, az autósok befizették a dugódíjat is, mert ott minden ugyanúgy, ahogy volt, és máshol is inkább negatívak a tapasztalatok. Stockholmi példa az pozitív, Ráadásul ott egy népszavazás utólag ugye megerősítette ezt a dolgot. Azt megtartja, hogy ha lesz, akkor népszavazással legyen? Ja, nagyon fontos, hogy miről van népszavazása. Egy kicsiben azt a lánchíd kapcsán megcsináltuk. Tehát igazából az emberek szerintem alapvetően arról tudnak véleményt mondani, amit látnak, meg tapasztalnak. Tehát a lánchíd felújítása kapcsán volt a városnak módja arra, hogy kipróbálja először a, a teljes hiányát a hídnak. Nyilván ez nem, nem volt kellemes, de muszáj volt. Utána kipróbáltunk egy átmeneti időszakban egy új forgalmi rendet, és amikor az embereket megkérdeztük arról, hogy, hogy ezt fenntartsuk-e, akkor azok, akik élettel ezzel a lehetőséggel, azért ez 130 ezer ember volt, azt mondták 80 os arányban, igen, maradjon ez a forgalmi rend. Tehát a stokholmi példa azért volt nekem pozitív, és ezért került be a programomba, mert ott is kilakították ezt a rendszert, működtették, és utólag volt róla egy népszavazás, egyébként 51 támogatta, hogy fönnmaradjon. De azt gondolom, hogy két probléma van ezzel, ami miatt ma erről másféleképpen gondolkodom. Az egyik az, hogy hát nincs rájuk a lehetőség. Tehát nem tudjuk bevezetni de a dugódíjat. De közben kötelezettség? Hát ez egy furcsa játék. Ugye a négyes metró finanszírozása kapcsán a magyar, uh, magyar, kormány, illetve a főváros vállalta az, hogy a, bevezeti a dugódiat. Ez szerintem egyébként egy uh, vitatható, hogy ez mennyire volt bölcsöntés akkor, de ez kétségtelen, ez itt maradt rajtunk, mint a téli már a Csetamás dalva, hogy van egy ilyen elvárás. Most az előző városvezetés megpróbálta ezt valahogy kipipálni azzal, hogy akkor bevezetik a dugódíjat a kiskörúton. És akkor is van dugódíj, csak, csak valójában nincs. De érdemes ezzel komolyabban foglalkozni. Mi nagyon sok döntés előkészítő munkát elvégeztünk. Megnéztük a nemzetközi példákat, megnéztük azt, hogy milyen bevételeket jelent ez, milyen viselkedési hatásokat. És lényeg az, hogy tulajdonképpen azt, amit a dugódíjtól várunk, azt máshogy is el lehet érni. Önmagában például a parkolási díjaknak az emelése ugyanolyan forgalomkorlátozó hatással van, uh -huh. mint a, uh -huh. mint a viszont van rájuk a lehetőség, és ami nagyon fontos, nem jelent új költséget a városnak. Tehát majdnem annyiba kerül a nugódíjat, költői túlzás, de nagyon sokba kerül a dungadíjat bevezetni, ez képest nem jön be olyan sok pénz belőle, és hogyha pénzügyi szempontból nézzük, akkor nem is biztos, hogy jó irányból nézzük. Tehát összességében én az elmúlt időszakban szerzett szakmai tapasztalataim alapján ma már nem támogatom a Dubodi bevezetését, de ez egy akadémia ak, ak, ak nem vita, mert a kormány sem támogatja. Most Lázár János uralta ezzel a címlapokat egy napig, de ő sem mondta azt, hogy támogatná, és kizártnak tartom, hogy ezen a magyar kormány ezt az álláspontját megváltoztatná. És ami nagyon fontos, hogy mi elég sok ilyen részvételi folyamatot elindítottunk. Ezek közül az első lakógyűlés és a láncidasz szavazás volt a legismertebb, de voltak mások is. És például volt egy olyan úgynevezett állampolgári tanács, amely a budapestieket reprezentáló kisebb csapaton beszélt át egy csomó változtatást a városban. És az volt a meglepő, hogy az ebben a résztvevő emberek, akik még egyszer mondom nem kor, lakóhely Aha. szempontjából reprezentálják a budapestieket, annyiban különböznek az átlag Budapestitől, hogy hétvégéken keresztül beszélgettek ezekről az ügyekről, és meghallgattak szakértőket, információkat kaptak. Nagyon sok mindent támogattak, ami egyébként lehet, hogy megosztónak tűnik. A Láncid autómentességétől elkezdve a, a, Pesti rakpart lezárásán keresztül egy csomó zöld ügyet. A Dugodiat nem. És az az érdekes hogy egyébként, hogy a Dugodi valójában alapvetően nem a budapestieken csattan, bár olyan dugódi nem nagyon tud lenni, mint a budapesti lakos nem fizet meg, hanem inkább azok, akik az agglomerációból érkeznek, de miközben például a parkolási díjak emelését, nyilván arányos emelését támogat, nagyon nagy arányban támogatta ez az állampolgári tanács, a Dungó a teljes mértében elvetette. Tehát e azt gondolom, hogy se társadalmi támogatottsága, se igazi szakmai indokoltsága, se közjogi lehetőségen is. E, amit nemzetközi példák mutatnak hasznosságát, és amit egyébként civilek régóta vagy többszörösen kezdeményeztek, és talán egyszerűbb, mint a dugó díj, az az úgynevezett alacsony kibocsátású zónák létrehozása, ami drága parkolást jelent ott gyakorlatilag autómentes övezeteket jelentene. Erről ön már mondta, hogy ez maximum 2030-ba reális, de miért? Nagyon fontos, hogy szóval két, két, két dolog között kell megtanulni az egyensúlyt. Az egyik az, hogy Budapest elvesztegetett jó néhány évtizedet azokhoz a városokhoz képest, amelyeket turistaként mi imádunk. Uh -huh. Tehát valaki elmegy Kopenhágába, akkor, akkor telerakja a Facebook oldalát arról, hogy milyen fantasztikus hely. De elég Bécsbe is elmegy. Vagy elmegy Bécsbe. Én éppen pár napjából volt ott voltam ott, és végtelenül frusztrációval érkeztem haza. Meg egyszer inspirálódva is természetesen, hiszen az ember azért megy, hogy tanulja. De nekem egy nagyon hogy mondjam, ezt is el szoktam mondogatni, hogy van egy, egy politikus uh, ismerősöm, um, egy másik pár politikus, a teljesen mindegy, hogy melyiké, és a Kopenhágában nyaralt, és, és tényleg uh, minden nap kirakott ezer képet, hogy milyen fantasztikus hely Kopenhága, de, a, de közben arról is posztolt, hogy mekkora barom a főpolgármester, hogy éppen le akarja zárni a láncidat az autók elől. Kopenhágában ezt a döntést 30 év hozták volna meg, hogyha lett volna egy lánciduk. nyilván más hírai voltak, hogy ezt megtették. Azt csak mondani, hogy Nekünk sokkal gyorsabban kell adaptálódnunk a klímaváltozáshoz, mint a legtöbb európai városnak. Viszont a társadalomnak van egy, van egy tűrés küszöbben, ami engem elsősorban nem olyan szempontból érdekel, hogy akkor meg akarom nyerni a következő választás, bár az se öröktől való, mert demokráciában ugye mégiscsak az állampolgárok bizalmát meg kell tudni tartani, vagy meg kell tudni szerezni, de más szempontból is. Mondjuk egy példát, például, például a Madrid, Madrid példáját. Madridban volt egy nagyon progresszív városvezetés, és egyszerűen túl gyorsan haladtak, vagy nem volt elég jó bevonó a kommunikációjuk, vagy valamit szóval, nem jól csináltak, tartalmilag jó ügyeket csináltak, de megbuktak, és ez önmagában még nem tragédia, de jött egy másik városvezetés, és visszacsinált mindent, és most mindenki boldog. Ezért Madrid meg fog rekedni azon a szinten, és Madridban tíz év múlva olyan meleg lesz, hogy egyszerűen elviselhetetlen fog válni a város. Tehát azt akarom csak mondani, hogy én nem azt sem azt a politikán sem szeretném, ami úszik az áral, és hogy mondjam, a közvéleményt akarja kiszolgálni, de azt a politikán sem szeretném, ami olyan változtatásokat erőszakol rá a városra, amelyek azért lesznek fenntarthatatlanok, mert nem lesz mögöttük társadalmi többség. De például ez, amiről beszéltünk, vagy amit felhoztam példának, a gyakorlatilag autómentes zónák létrehozása, ez ugye azt jelenti, hogy aki ott él, annak nagyon jó lesz igen, hirtelen. Igen. igen. És el is kezdik használni a várost, nem? Az Persze, Tehát mondjuk a, én... a rakpart például. Abszolút, én abszolút. aktívan használtam a nyáron, pont ezt. Igen, a nekem a is van egy selfie egy miniszterrel, aki ott futkározott, <laughs> miközben a, 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 a rakpart nyitáskor, miközben sajtótájékozókon elmondta, hogy ez micsoda butaság. Megírtam neki, hogy nem hozom nyilvánosságra sem a selfie, sem a személyét, de hát. De egyébként ez az eset is mutatja azt, hogy ami esek vagyunk, akkor arról beszélünk, hogy a klímaváltozás az fontos, persze fontos, zöldítsük a város, persze fontos, csökkentsük a az mindenképpen fontos, az én utcámba csak 30 al lehessen menni, de én hagyj mehessek százzal a másik ember utcájában, aki egyébként szintén ugyanúgy azt gondolja, hogy a saját utcájában 30 al lehessen csak menni. Ilyenek vagyunk, tehát ez nem probléma, vagy hogy mondjam, nem ez a probléma önmagában, ami van esetén bizonyos dolgokhoz, és ami innen nézve jónak tűnik, máshonnan nézve rossznak. Nem azért, ha gyáruljuk el egy titkot, tehát az ilyen típusú dolgokat lehet úgy csinálni, hogy holnap kizárjuk az autókat a belvárosba, kérünk egy táblát, és, és meg lesz, ami lesz. Meg lehet úgy csinálni, hogy itt csinálunk egy teraszt, ott csinálunk egy kerékpársávot, ott leveszünk egy forgalmi sávot, ott a lámpát egy kicsit átprogramozzuk. Tehát magyarán olyan... Tehát szép lassan. Szép lassan, de, de nem, ez, ez nem egy politikai taktika elsősorban, abban az értelemben, hogy... hogy mert én ezt vállalom, hogy ezt csináljuk, hanem abban az értelem közpolitikailag egy taktika, hogy adaptálódnia kell tudni a társadalomnak ehhez. És egy csomó, csomó olyan, olyan részletkérdés kinyílik, ami nagyon-nagyon fontos. Hadd egy konkrét példát, és ez egy nagy dilemma. A, ugye a pandémia idején, ahogy nagyon sok városban mi is csináltunk ideiglenes kerékpársávokat, és aztán, amikor végre lett a pandémiának, akkor hirtelen szembe találkoztunk azzal, hogy ha már betettük a lábunkat az ajtóba, akkor most kihúzzuk és visszazárjuk, vagy akkor megyünk tovább. És például a nagykörúti kerékpársáv, akármit örülök ennek, vagy nem örülök, hát ez egy ilyen, ez egy ilyen nagy szimbolikus témává vált. Szerintem egyébként nem csak a kerékpáros infrastruktúra miatt, hanem a belvárosi forgalomcsillapítás miatt ezt kell csinálni. De mi van a parkoló autókkal? Nem azokkal, akik meg akarnak állni a girosznál, mert eddig se lehetett megállni, mert végig ugye tele volt parkolva. Tehát, hogy de mi van a gíroszossal? Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy innentől kezdve azt kéne majd olyan finom hangulásokat csinálni, ami, ami a város életőségét javítja, és például az, hogy egy körúton, ahol ki csökken a forgalom, elkezdik az emberek használni, több terasz van, több kilőhely van, az azt jelenti, hogy van egy logisztikai igény. És ezeket már azban a finom hangolásban lehet kielégíteni, ahol még, ahol, ahol még most fogunk majd ráfordulni. Tehát szerintem az app nagyon fontos, hogy jó irányba menjünk, és nagyon fontos, hogy minden lépésünk abba az irányba menjen, ahova el akarunk érni, de nem biztos, hogy mindig nagyokat kell lépni, mert a, a társadalommal együtt kell meglépnünk ezeket. 2019-ben a programjában jelentős P bővítést is ígért, mint például a dugódi előfeltétele, de hát nyilván általában a város élhetőbbé tételének, kevesebb autónak az előfeltétele. Megnéztem, 2019-ben 5.649 PR parkolóhely volt. A BKK oldalán található adatok szerint most 5652, tehát három darab autóhelyjel bővült négy, lassan öt év alatt. Miért? Nagyon nehéz ügy, ügy ez, mert én amikor ezt a programot írtam, akkor azt gondoltam, hogy bőven találunk ehhez helyet. És kiderült, hogy nincs. Tehát magyarán a B parkoló építés egy nagyon-nagyon kézenfekvő megoldásnak tűnik. Nagyon magától érthető de ráadásul egy kicsit kihozza a méregfogát. Uh -huh. Tehát amikor valaki, hogy mondjam, a egyébként össze nem egy két dolog között keres valami szellemi ki egér utat, akkor azt mondja, hogy akkor jó, de akkor legalább építsünk Pépuszer parkolót. Nagyon-nagyon kevés olyan helyen, van, ezt meg tudjuk csinálni. Sőt, azt is el kell mondjam, hogy megörököltünk néhány olyan Pépuszer parkoló építési projektet, ami teljes mértékben elhetetlenült, mert egyszerűen kiderült, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát az, például? Hát például mondjuk Békes megyeren volt egy mm. nagy Pilipusza parkolépítési projekt, egyszerűen fizikailag, tehát ne, nem volt alkalmas sem a hely, mm. ott, ahol, 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 van hely, ahol ki lehetne alakítani, ott nincsen kötött közlekedés. Tehát magyarán olyan pont, hogy a, van egy nagy forgalmú metró, vagy hév, vagy villamos, és ott van, van egy nagy placó lehet építkezni, ilyen a városban gyakorlatilag nincs. Nyilván ezzel még szednem kell foglalkozunk, és egyébként van egy aktív gondolkodás arról, hogy akkor hogyan tudunk egy kicsit kilépni ebből, és mégis találni ilyen helyeket. De az igazság az, hogy egy kicsit jobban. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultunk az elmúlt években, mi akik a város vezetjük. Azért Magyarországon nem úgy van, hogy az ellenzék teljes mértékben tudott, tudatában annak, hogy amikor megnyeri a választást, akkor mi jön vele szembe. És ezért nem az, hogy túlígértük magunkat, hanem egyszerűen bizonyos dolgoknak az, az információnak a hiányában voltunk. Ma azt gondolom egyébként, és nem azért mondom, bár nagyon nehéz ezt, ezt számolni, de tényleg nem azért mondom, hogy másra áttálítsam a felelősséget, de, de, igazából, a de igazából az a helyzet, hogy, hogy Pépuszer parkolót a, az elővárosi vasúti fejlesztése kapcsán kell létrehozni. Egyrészt ott van hely, egy, kettő. Akkor már addig se jön be az ember az autóval a városba. Már építek egy B parkolót, mondjuk a kormány akar tervezni egyet mondjuk a mexikói úton, ahol tényleg van egy hely, van autópálya is, meg van a kisföld alatt is, de ez ugye azt jelenti, hogy azért zuglóig, meg a város négetig csak bejön az, az, autós, és nem mondjuk új palotán csinálom meg azt a P parkolót, és viszem ki mondjuk a föld alatti megállót. Tehát egyszerűen a, ezt a, ezt a gyűrűt sokkal kíjebb kell, egyébként szerintem a városon kívül kell létrehozni, ott, ahol van vonat, ahol van ehhez hely, ahol egyébként tizedébe kerül a létrehozásra. Tehát, hogy igazából Budapestnek a közlekedési problémái nem Budapesten jönnek létre. Ezt nem én mondom, ez egy kormányzati dokumentumot idézem szó szerint. Ez az elővárosi közlekedési stratégia, amiben le van írva az, hogy a Budapestre bejövő, agglomeráció bejövő gépjármű forgalom az egy akkora terhelés a városnak, amit nem fog tudni elviselni. És igazából Budapesten belül a többség közösségi közlekedés használ, az agglomeráció bejövő többség még autót használ, és ha nem tudjuk fölhúzni az agglomerációs közösségi közlekedés színvonalát a XXI. században elvállató színvonalra, akkor ez így is fog maradni. Tehát ha dugodi persze, egy csomó embernek elveszi majd a kedvét, hogy autózzon de a legtöbb ki fogja fizetni, és meg fog jönni, mert hogyha nincs vonat az ő falujában, vagy városában, akkor hiába szeretném őt átültetni az autóra, az fog bekövetkezni, mint Londonba, hogy még egy harc van az autósokon, és egyébként minden marad a régiben. Van-e bármi terv arra, hogy az agglomerációs probléma nem egyedül itt jelentkezik, akár most, más nem mondjak a víznél, ahol Abszolút. most kérdés, hogy ki fog mit fizetni, hmm. és kinek honnan lesz vize, de hogy alapvetően változott meg a városi élet. Talán 300 ezer autóról beszélünk egyébként hát, naponta. Hát inkább ami, négy, de igen. De hát nem csak ebben látszik meg, ez egy nagy probléma. Van erre gyors terv? Én azt gondolom, hogy lehet gyorsan is elérni nagy eredményt. A, gyors, a gyorsan megléphető és jelentős minőségjavulást okozó Lépés az az lenne, hogyha a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egy egységes menetrend szerint és egy egységes tarifa rendszer szerint működne, és a buszjáratokat már azonnal összed, összedrótoznánk. Tehát bejön egy zsámbékból egy busz, én értem, hogy elvileg föl lehet rá szállni a budakeszi úton is, de gyakorlatilag senki nem tudja, mert nincs benne abban a menetrendben, és a többi. Egyébként most már Budapestból tudja kezelni a legtöbb agglomerációs járművet, de hogy igazából ez két párhuzamos rendszer ami egy elképesztő erőforrás pazarlás. Mi kéne ahhoz, hogy ez bekövetkezzen? Hát egy szakmai típusú párbeszéd a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Na most, hát ez a feltétel, hogy is mondjam, jelenleg nem áll fönt. Én viszont abban nem szeretném beletörődni, hogy ez így is marad. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzati választás után én arra készülök, hogy továbbra is Budapest főpolgármestere leszek, arra is készülök, hogy Orbán Vitor lesz a miniszterelnök. Én biztosan adnék egy esélyt annak, hogy akkor leüljünk és ezt rendbe tegyük. Hát öt éve is adott ennek egy esélyt. Egy készfogás erejéig emlékszem a karmelita <laughs> előtt, ahogy Álgulyás Hát úgy igazából a ciklus nem indult olyan rosszul ilyen, ilyen partnerségi viszony szempontjából. Azért én elég sok európai főpolgármestert ismerek olyan, aki, a, 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 aki egy ellenzéki pozícióból városvezet, azért mindenhol vannak ilyen politikai csattanások, de hát az, ami nálunk van, az nyilván abszurd és extrém, és káros. De ha nincs Covid, akkor nem ilyen a viszony? Hát azt nem tudom. Azt tudom, hogy a Covid idején romlott el, és nyilván nem, a, nem az volt, hogy megfertőzött az agyunk, és, és, és elhűltünk, hanem kialakult egy, egy más politikai helyzet, ami, ami az volt a sajnos. És a kormány láthatóan nagyon erősen egy riválist látott a főváros önkormányzatban, Megjegyzem szerintem joggal, mert például a Covid-járványkezelésben a fővárosi önkormányzat szerintem százszor sikeresebb volt, mint az állam. És azért a máp se úgy működik, mint a BKV, és akkor még sorolhatnám. Tehát, hogy minket szoktak illetni azzal, hogy nem vagyunk alkalmasak városvezetőnek, de azért, hogyha megnézzünk ilyen hétköznapi dolgokat, hogy mondjuk, amikor Sojmáron nincs víz, akkor kiviszi oda, akkor, hogy mondjam. Szerintem a fővárosi közszolgáltatások Magyarországon belül kimagasló színvonalúak, és szerintem az agglomerációt is ki tudnánk szolgálni, de ehhez az kell, hogy legyen valamilyen kooperáció. Tehát mi nagyon szívesen adunk vizet, nem tudom, Vácnak, vagy mondjuk egy kormánypárti település, most nem akarok senkit névén nevezni, de hát, hogyha nem fizetik ki a költségeinket, és nekünk a budapestiek pénzéből kell milliárdokat betolni azért, hogy az állam mi vízközmű, a vízi rendszert kisegítsük, akkor azért úgy bennem fölmerülnek ezek a kérdések. Miközben azt mondja, hogy nincs együttműködés, a közben az önnel szembeni kritika a szövetségesei részétről leginkább mondjuk Gyurcsány Ferenc részéről, az pont az szokott lenni, hogy nem elég kemény a kormányjal, vagy nem elég kemény a Fideszel, és mondjuk itt szokták például hozni az atlétikai stadion megépítését, vagy azt, hogy egyáltalán kiment a VB-re. Miközben mondjuk a VB kapcsán látható, hogy ha most röviden mondom, ön át lett verve. Be lett ígérve sok milliárd, az atlétikai VB lement, a stadion megépült, és az nincs önnél az a pénz. Hát egyrészt az a pénz nem is nálunk kell legyen, az hanem a, 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 igen, az egészségügyi rendszerben. De én éppen azért ö, ö, mentem el az atlétikai vb megnyitójára, mert hogy megy ott megkapja? Hát nyilván vittem egy nagy táskát, és hogy egy dobozt, igen, igen. Na jó. Szóval, hogy én, biztos ég. voltam benne. Szóval igazából most azért előradott tárgyalások pontnak arra, hogy a kormány az elmaradása bepótolja, és be is fogja pótolni. Tehát én, én láttam már kalón meg tudom, mi az, amit komolyan kell venni, mi az, amit nem. Azért, amikor az ember leül két miniszterrel tárgyalni, és úgy állnak föl, hogy akkor szakértői szinten folytatjuk, akkor az általában szokott lenni megoldás. Um, Visszatérek majd erre a fölvetésre, én nem kritikának nevezném, de azért az fontos, hogy tisztázzuk, hogy az atlétikai világbajnokság kapcsán én azt mondtam a kormánypárti tárgyaló delegációnak, hogy az akkor tud lenni, hogyha a közgyűlés minden tagja megszavazza. Az ehhez szükséges egyeztetéseket én elvégeztem, és a közgyűlés összes tagja megszavazta ezt a megállapodást, aminek a számon kérések persze teljes joggal az én feladatom elsősorban, de mások is, de hogy ez, ebben nem volt koalíciós vita, és és, 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 én ezt fontosnak is éreztem. Tehát egy ilyen típusú dolgot, mint egy atlétikai világbajnokságot, ott ne legyen az, hogy akkor valaki nem szereti, mar, aki meg szereti, ebben kell egy politikai meglepodás, ami megszületett az ellenzéki koalíción belül, tehát a városházi többségen belül is, és a kormány és, a, és közöttünk is, és persze át vagyunk vágva abban az értelemben, hogy ennek a pénznek már itt kell lenni. Egyébként a megállapodásban voltak más elemek is, amiket azóta elvitt, a, elvitt, az élet. Tehát persze át vagyok vágva, csak az a kérdés, hogy, hogy szerintem nem triviális, hogy milyenkor a helyes megatartás. Meg a az a helyes megatartás, hogy én megteszek mindent azért, hogy mégiscsak kipréseljen belőlük, amit csak lehet, és érvényszer ezek a, ennek a megállapodásnak. És viszont, hogyha meg ez van, akkor meg az nem lehet, hogy, hogy bocsánat, de olyan nincs, hogy a pénzt megkapjuk, és én meg a, 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 VB előtt, hogy akkor ez mekkora marraság, akkor oda kell menni, és hát én ezt tudtam adni ez az elég dologhoz, ami egyébként a lehet, hogy a kormány. De dilemma volt ebben, hogy menjen el a stadionba? Abban az értelemben nem volt dilemma. Én, én vagy ott vagyok, azt megnyitom, vagy pedig ellennek fogok tüntetni. Tehát ez a két út van, tehát nincs ilyen középút. És nagyon egyszerű, nem én döntöm el, hogy melyiket, fogom, melyiket kell tennem, azt fogom tenni, ami, 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 a város érdeke, meg az én esküm szerint kell tennem, mert hogyha mi át vagyunk vágva, és még egy, egy esély sincs arra, hogy ezt kikorigáljuk ezt a hibát, akkor én nyilván fel fogom használni a nemzetközi figyelmet arra, hogy belemondjam az összes nemzetközi tévétársaság kamerájába, hogy mi itt át vagyunk vágva. Most nyilván nem, nem akarom túlértékelni a szerepemet, de azért ez nem nézett volna olyan jól ki. Tehát akkor biztos, hogy a, a színére állítják a magyar sportdiplomácia képviselőit, aki elképesztő mértékben rohangáztak, hogy ez ne következzen be. Én meg ugye szegény ember vízelfőz, egy szegény ellenzéki főpolgármester meg ilyen alkalmakor tud, hogy mondjam, nyomást gyakorolni. Nekem az a dolgom, hogy ezt, ezt az így szert ne hagyjam ki, nem is hagytam ki, és meg is érkeztek a, az első két kerületben a hiányzó források, és idén meg fogunk abban állapodni, hogy milyen ütemezéssel és struktúrában érkezik a többi pénz az egészséges Budapest programra. Közgyűlési jóváhagyást említette, ugyanakkor nem volt közgyűlési jóváhagyás szalakcímek szerint megkerültem én a közgyűlést ahhoz, hogy Garancsi István <coughs> NER közeli milliárdos megkapja, megtarthassa a plakát helyeket. Miért? Ugye itt a, a minőség újságírás megkájában vagyunk, én úgy értelmezem, tehát akkor, akkor hagyd mondjam azt, hogy ezek a szalakcímek az igazságnak bizonyos szeretét tartalmazzák, de összességében ezek valószínű állítások. Nem kerültem meg a közgyűlést. A közgyűlés ö, nem hozott döntést, sem a pályázat visszavonásáról, sem a szerződés aláírásáról. Egy. Kettő. Az ajánlatételi kötelezettség az lejáróban volt, tehát én nem é. tudtam megválni a következő közgyűlés, mert akkor a dolog úgy dőlik el, hogy alajában nem volt döntés. Három. Garancsi István ezeket a plakáthelyeket nem veszítette el, ugyanis a kormány rendkívüli jogrendben utána nyúlt, és azt a szerződést, amiről a fővárosi önkormányzat azt sem mondta, hogy BIK, meg azt sem mondta, hogy MAK, ezt a kormány eldöntötte helyettünk. Mi ezt tudtuk, hogy ez lesz, tehát én nem Sajnos, hogy is mondjam, sok mindent láttunk már. Ezért nekem azt kellett mérlegelnem, hogy Garancsi István egy sokkal rosszabb szerződés keretében, számunkra sokkal rengeteg szerződés keretében csinálja ugyanazt, mint eddig, vagy pedig egy sokkal jobb szerződés keretében. De És arra azért nem itt, volt esélye, hogy ne Garancsi csinálja. Hát arra semmi esélyem nem volt. Tehát ha valaki ismeri a magyar reklámpiacot, akkor azt pontosan tudja, hogy hát lehet ilyen, hogy mondjam, ilyen alternatív utópiákat leírni, csak én egy vagyok, és nem, nem regényíró, tehát, hogy, és, és nem messe meseköltő. Tehát valójában azt a döntést kellett meghoznom, hogy Gorancsi István kevesebb pénzt fizessen, és kirakhassa e a kormányzati hirdetéseket, amelyek majd engem és polgármester fognak lejáratni, úgy, hogy közben az ellenzéki pártok nem plakátolhatnak. Tehát bocsánat, a városnak szátszánt sz, sz, nettó politikai okokból kárt okozni a Fidesz -okot. nem az ellenzék. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy büszke vagyok erre a döntésre, mert a Fransznak van kedve ilyen döntéseket meghozni, de azért az égszerelmére ha azok a polgármestertársaim, akik ezt a döntést kritizálták, akiket én egyébként imádok, tehát most én nem akarom, csak szerintem nincs igazuk, Azokat járatták volna le ezeken az óriás plakátokon, majd kormányzati hirdetésnek átszázva, ők pedig nem varhatták volna ki a sajátjaikat. És most elérte, hogy nem lehet politikai? Hát hiszen az új szerződésben az van, hogy nem lehet ilyen. Vatplakátonni lehet, tehát a pártok a választási időszakban használhatják a budapesti lámposztókat, eddig nem használhatják. Uh -huh. És tilos úgynevezett társadalmi célú hirdetéseket kirakni, ugye Magyarországon ilyen nettó kormányzati propaganda. És még egy dolog. Azok a cégvezetők, mert a, ezeknek a plakáthelyeknek a többsége, vagy oszlopoknak a többsége nem fővárosi önkormányzati tulajdonban, hanem cég tulajdonban van. Azok a cégvezetők nem akartak elmenni börtönbe, hiszen ők közpénzzel gazdálkodnak, és itt évi sok sok millió forint plusz bevételről mondtak volna le, hogy egyébként szerintem jogsértő módon ezt a szerződést én nem írom alá. Tehát vannak főpolgármesterek lenni, az nem olyan, mint egy ellenzéki frakcióvezető, hogy nem akarom le ezt a munkát, de ugye ő más a célfüggvény. Úgyhogy nekem ezt a város működtetnem kell, vannak jogszabályok, amik rám vonatkoznak, van egy politikai mozgástér, amit én mindig kimaxolok, a város érdekében, és most azzal maxoltam ki, hogy egy jobb szerződést kötöttem, mint ami eddig volt. E, városházi kritikus források, ezt tudom, hogy szereti ezt a fordulatot, de ők azt mondják, hogy azért több hasonló, úgymond kényelmes együttműködés van a fidesz és hogy igazából érdemi, Érdeksérelmet ön nem okozott az öt év alatt egy Fideszhez köthető cégnek se, vagy egy korábbi szerződésnek se. Ez így van -e? Vagy tud-e olyat mondani, amit az ön ciklus alatt fel tudott számolni? Hát uh, rengeteg ilyet. Tehát a főváros önkormányzat közbeszerzésein egyrészt um, emlékeim szerint egyértelműen egy olyan közbeszerzésünk volt, ami egy lett volna, és soha egyiken sem nyert Fidesz közeli cég. Nem azért, hát hogyha a, mondjuk a láncid felújítására, ahol egyébként pályázott Mészáros Lőzőnc és fia, vagy szóval nem tudom, valamelyik Mészáros cég. Hát az áhíd. Nem, az a az, ahid az, az, ez, 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 szerintem ez egy félreértés. Igen. Tehát városi plejkákat én nem szeretnék kommentálni. Uh, az biztos, hogy az a, a Lánchíd felújítására volt érdemi verseny, pályáztak Fidesz közeli cégek, Mészáros-Lőrin szégei, és egyébként, hogyha ők lettek volna a legolcsóbbak, akkor nem tudtam volna mit csinálni, mint hogy ők kapják uh -huh. meg, hiszen egy közbeszerzést. Az Alhídot én szerintem ez egy félreértés. Tehát az Alhíd az Nézze, uh, nyilván ez egy kis ország, építőipar, mindenki ismer mindenkit, de az a hidat én nem sorolnám a Fidesz De nem is de jó de... tudnak sokan hidat építeni. Hát ez, ez a mindent. másik, de, de most egy kicsit azért lépjünk ezen, vagy hogy mondjam, kicsit gondoljuk ezt tovább. Mi lett volna az, hogyha mondjuk nem tudom, a blaharúzatért felújítására, amit emlékeim szerint a Strabag nyert volna meg, mondjuk bepályázik valamelyik, mint amilyen a Market, és megnyeri. Akkor mi a felelős ellenzéki magatartás? azt mondom, hogy nem írom alá szerződést, mert ők olcsóbbak voltak, mint a stravag. Hát ilyet nem fogod csinálni. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, akik ezt a, tehát innen, innen, ez egy olyan ellenzéki uh, buborékból való lövöldözés, ami nem veszi figyelembe azt, amit az ellenzék valójában szerintem gondol a világról, még pedig az, hogy fair verseny van. Tisztességes közbeszerzés, nem egy, közbeszerzés, nem egy ajánlattevő van, hanem mindig több, és bizony az van, hogyha itt maga Mészáros Lőnc egy személyben újtotta volna fel a láncidat, ha ő neki meg lett volna, a, nyilván nincs, de neki személyében, de hogyha meg lettek volna megfelelő referenciái, és ő lett volna a legolcsóbb, akkor ő csinálta volna. az, hogy érdekséremet okozni a ner vagy a Fideszes, a Fideszes gazdasági holdudvarnak, hát én, nekem ez, most akkor hagyja egy provokatív, nekem ez nem célom. Nekem az a célom, hogy ez a város tisztességesen gazdálkodjon. Nekem az a célom, amit az ellenzék mindig elmond, hogy fair verseny van, és nem politikai alapon dőlnek el dolgok, hát ezt csinálom. És egyébként az, hogy ezek a Fidesz közeli építőipari cégek egyébként egy éles versenyhelyzetben valójában alul maradnak, Hát ez nyilván, ez, ennek én nagyon örülök, tehát én szívesebben szerződök XC-del, mint, mint Mészáros Lőrinc és összes családtagja, vagy Tibor István közös cégével, de hogyha ők nyerik meg beszerzést, akkor szerintem az ellenzék polit erkölcsi politikai azt következik, hogy velük kell szerződnöm. Egyébként meg, egyébként meg, meg én azt gondolom, hogy, hogy a fővárosi önkormányzat közpénzzel kapcsolatos gazdálkodás, most éppen az, ez a minimum program validálta a fővárosi vagyonkezelő cégeket, miért volt a második a legtranszparensebb cég, tehát mi, mi az ellenzéki, és akkor itt hagy, hagyjuk vissza, arra, amit Úrcsán elnök mondott. Tehát igazából, ahogy mi visek működünk ebben a városban, ez szerintem nem csak egyszerűen, mint egy városüzemeltető koalíció ö, ö, ítéltetik meg, hanem úgy is, hogy egy, hogy egy autoriter politikai rendszerben, amit egy ellenzéki város csinál, annak van egy az ellenzéki kormányzó képességet alátámasztó szerepe. Ebben az értelemben, amit mi csinálunk, az duplán számít, mert számít a városnak és számít annak, hogy az ellenzék hogyan politizál. Pláne, ha ön azt mondja, hogy Budapest köztársaság. Igen. És amikor azt mondom, az pontosan azért mondom, mert azokat az elveket, amiket én szeretnék ebben az országban látni, azokat az elveket én, mint főpolgármester a saját intézményrendszeremen és a saját, hogy mondjam, abban a világban, amire van ráhatásom, én ezeket száz százalékos komolysággal és kompromisszummentesen képviselem. Csak az a kérdés, hogy a köztársasági gondolatban a kompromisszum nélküliség fogalmazódik meg, vagy éppen a helyes konszenzusok megtalálása. És akkor itt válaszolnék arra, amit mondjuk a Gyurcsányi felvetésben van. Tehát én, abba, én odáig egyetértek az érveléssel, hogy egy ilyen rezsimben főpolgármesternek lenni az nem olyan, mint egy másik, mint egy polgári demokráciában azzal nem értek egyet, hogy azt a politikai értékrendet, amit képviselünk, csak és kizárólag a konfrontáció eszközével lehet fölmutatni. És szerintem nem. Szerintem például az fontosabb, hogy mondjuk a fővárosi koalíciós többséghez tartozó polgármesterek ne lagoltassanak ki embereket minden ok nélkül a lakásukból. Szerintem ez fontosabb az ellenzék kormányzó képessége és hitelessége megőrzése szempontjából, mint hogy én minden nap a Facebookon Orbán egy ekézem. És kicsit, kicsit, bele is untam ebbe, de azért, amikor a város érdekét, vagy ami, és a város érdekébe beleértem azoknak az értékeknek is az, a szempontjait, ami alapján mi kormányzók, lehetek, sérülnek, akkor én, én, én szerintem kökemény vagyok. Amikor ezek pedig érvényesülnek, és nekem koalíciós vagy kompromisszumokat kell kötnöm mondjuk egy Navracsis Tiborra vagy egy Lázár Jánosra azért, hogy ez a város fejlődjön, akkor nekem az a kutya kötelességem, és a köztársasági gondolatból rám rót elkölcsi feladatom, hogy ezeket a jó kompromisszumokat megkössem. Tehát szerintem nem öncélú dolog az, hogy konfrontálódni kell mindig, hanem az az öncél, hogy mindig ki kell állni az értékeink mellett. És nem állítom, hogy ez mindig százalékban sikerült, hiszen nekünk is belső kon koncentrusokat meg kell találnunk. De én nem akkor vagyok, hogy. Nekem ne, engem nem az viselt meg, hogy alá kellett írnom a szerződést Garancsi Istvánnal. Engem az viselt meg, amikor mondjuk egy, egy kerületben az utcából lakásba egyesülettel akartunk megállapodni, és akartunk csinálni négy darab ilyen konténerházat egy fővárosi telken. És a helyi önkormányzat azt mondta, hogy azt ne csináljuk, mert nem tudjuk biztosítani a parkoló helyet. Ez volt azért. Ez egy ellenzéki kerület? Igen. Tehát szerintem ilyenkor sérülnek a köztársasági értékek, és szerintem ilyenkor vagyunk nagy bajban, és nem akkor, amikor nem rontunk rá minden nap a kormányra. Amikor kompromisszumról beszél, akkor hozok ide még egy konkrét példát, már csak azért is, mert nálunk jelent meg Kerényi György cikke, arról, hogy olimpiai ajánlattal is megkeresték önt a Fidesz részéről, hogy valami kiegyezés legyen egy 2036-os olimpiát illetően. Talán nem tudok, hogy én a kerényi elég régóta ismerem, és küldtem egy SMS-t, hogy szerintem téged megvezettek. Sokan mondták, azóta nekem is. De attól még ezt tudjuk, hogy igaz? Itt ül velem szembe, tehát megkérdezem önt. Én nagyon határozottan tudom állítani azt, hogy én a magyar kormány egyetlen egy tagjából soha nem beszélgettem arról, hogy Budapesten legyen olimpia kormánytanácsadóval se. Senkivel. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökével volt egy találkozóm, mm. ő természetesen elmondta azt, hogy nekik nyilván benne van az alapszába, hogy Budapesten legyen olimpia. Én erre elmondtam, hogy hát én ezt én nagyon, nagyon irreális felvetésnek gondolom, egy olyan városban, ahol mondjuk éppen ö, ilyen jogszerű, de azért mégis csak kicsit kreatív pénzügyi eszközöket kell bevetnünk ahhoz, hogy túléljük ezt az évet pénzügyileg. Tehát olimpiáról álmodozni, az, sem pénzügyileg, hát sem politikailag én, 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 nem tudok. Tehát én nekem azt gondolom viszonylag tága a horizontom, én tudok nagyokat álmodni, meg hosszú távon gondolkodni, meg tényleg bárkivel szót tudok érteni, hogyha kell, de az, hogy Budapesten olimpia legyen egyszer valaha, ez szerintem ez a holdon van, még, még, azon is túl, nem tudom mi van a hold után, mert nem vagyok jó csillagászodban. Vállalom, hogy heteken belül létrehozom az ellenzéki pártok Budapesti Szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra. Mindenki eldöntheti, hogy akar-e közös sikerből részesedni. Ez ugye október 23-án volt, három hét eltelt. Akarnak-e részesedni a közös sikerből? Hogy áll ez a projekt? Ezt mindenki akar részesedni, mindenki egy kicsit túlságosan, nagy, nagy, mértékben akar részesedni. Nem akarom elviccelni, de van egy mondatom, amit nem olvasott föl, akivel lehet. Tehát nem, nem vagyok benne biztos, hogy minden párttal sikerül majd megállapodni de nyilván nekem az a célom, hogy így legyen. Az biztos, hogy... hogy de történt ebben Persze, már bármi? persze, persze. Én azt gondolom, hogy amit szintén korábban mondtam, hogy össze van megállapodás Budapesten, azt, azt tartani fogjuk. Azt két hét? Igen, tudom. tudom. November 17-e lesz jövő pénteken, Budapest szállapnék születésnapja, hogy elég jól. Bár néha elveszítem az időpontokat, de erre viszonylag jól emlékszem, persze. Több pártal gyakorlatilag sikerült megállapodni azt gondolom, hogy lesz néhány olyan kerület, ahol nem fogjuk megoldani a feladványt idén. És ott lesz előválasztás? Hát ott valaminek lennie kell. Mert egy dolog nem lehet, az az, hogy ott így egymással szemben indulnak az ellenzéki pártok. Van néhány kerület, ahol, de tényleg egyébként ezt egy meg tudom számolni, ahol érdemi Zuglum? vita van. Hát ott az, hogy zuglón van értelmi vita, az, az ugye nem tőlem tudja, tehát hát ezt, nem tudom cáfolni, hiszen a Momentum bejelentett, hogy nem, nem kívánják támogatni a, jelenlegi polgármestert. Kispesten nincs vita. Nincs vita. Nincs. Sorok. Én nem tudok róla, én nem tudok róla. Mit szoktak még mondani? Cseppel? Igazából ott, igen, igen. Ott, van, ott van érdemi vita, hát ugye én láttam az ő riportját, tehát <laughs> készültem, szeretném mondani. Hát vannak kerületek, ahol, ahol, ahol most nem tűnik úgy, hogy a konfliktusok megoldhatóak, de azért a keretek túlnyomó többségében azt gondolom, hogy tök világos, hogy ki lesz az ellenző polgármester jelöltje. Ezek nincsenek még kihirdetve, de hogy én minden pártal tárgyalok, nem tudom, hogy a pártok mennyire tárgyalnak egymással, közös tárgyalasztal nincs, ez a 22-es traumának tudjuk be, hogy, 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 hogy De Bocsánat, ön miről tud tárgyalni? Tehát ön, ön a fő polgármester igen. jelölt, ami remény, remélheti, hogy beállnak ön mögé a pártok. Ezt se tudjuk még, mindenki le, vagy hát, sokan lebegteti. Igen, egyrészt Tényleg, ez most nem játék a szavakkal. Én azt azért nem szeretem ezt a megfogalmazást hogy beállni mögém, mert ugye ez egy városi koalíció, aminek persze a főpolgármester a leg legnagyobb skapja, egy politikai értelemben, de hát azért ez egy koalíció. Tehát, hogy én ugyanúgy beállok mögéjük. Tehát azért azok a polgármester jelöltek, akik nyőz, győzni akarnak, hogy nem a főpolgármester vannak egy csapatba, akkor azért nem, nem sok jót remélhetnek szerintem. És nem azért, mert én egy akkora szár vagyok a politikában, hanem ez a politika logikája. Jó, de akkor mondjuk azt, hogy a, a, azt sikerült már megkötni, hogy mondjuk. Be fogják jelenteni, hogy támogatják Önt. De mi az, ami, mert hogy Ön elvileg nem a tárgyalások vezetője. Hát elvileg nem gyakorlatilag, gyakorlatilag hát én gyakorlatilag... szaladgálok mindenhova, megpróbálok mindenkivel beszélni, olyanokkal is, akik nem beszélnek egymással. De ez miről szól? Listáról szól, polgármesterekről szól, képviselői helyekről szól, közgyűlési tagságról szól, alpolgármesteri helyekről szól. Pontosan ezekről. Ez ről. mind. Igen. És hogy. Tehát oké, lesz november végéig, min múlik. Hogy ez Teljes körű a... megállapodást nem lesz november végéig, mert vannak olyan kerületek, ahol ahol nem látom, hogy meg tudjuk oldani idén a kérdést. A kerületek többségében szerintem ez ki fog rajzolódni, és, és el kell dönteni a pártoknak azt, hogy azokat a vitáskérdéseket, amelyek fönnmaradtak, ezeket milyen módon rendezik. Én azért vagyok nagyon szkeptikus az előválasztással kapcsolatosan. Közben ön volt a szülőatja. Abszolút. De. Az előválasztás technikai részletei is meg kell állapodni, amelyek csak valójában tűnnek technikailag, ezek maskos politikai kérdések. És szerintem arról majdnem olyan nehéz megállapodni magukról a kerületekről. Tehát én nem gondolom azt, hogy lesz előválasztás Budapesten. Zuglóban sem. Én ezt szerintem a tágyúlasztónál kell, kell ezeket a dolgokat megoldani, és az a határidő az egy nagyon jó múzsa. Mennyire jogosak ön szerint hatházi Ákos kritikái, amely ugye arról szó, szó szerint fogom idézni, hogy kor, korrupciós nagy koalíció van zuglóban, és hogy a Tóth Csaba féle világnak nincsen vége. Aminek ugye ön is még a tócsabával való harcnak azért részese volt. Hát igen, a harcnak a részese volt, amíg mondjuk, hogy... Nézze, ez egy azért nehéz dolog, mert... Bár a kerületi polgármesterek, a fővárosi közgyűlés tagja is, hát tulajdonképpen alapvetően belőlük áll a, a koalíció, és ezt a koalíciót, a közgyűlést én vezetem, de a polgármestereknek nem én vagyok a főnöke. Tehát nekem természetesen van véleménye minden polgármester munkájáról, alapvetően egyébként pozitív, de azért attól óva inteném magamat, hogy én meg tudjam ítélni azt, hogy mondjuk a zuglói vagyonkezelő felügyelő bizottságában kikülnek. Én azt tudom mondani, hogy a momentum nélkül nincs koalíciós többség zuglóban, tehát hogyha valami ott rosszul megy, akkor az egy közös felelősség. A másik pedig az, hogy azért meg van, vannak megválasztott polgármesterek. az egy elég veszélyes játék szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy egyik párt azt mondja az egyik megválasztott polgármester, hogy szerintem ő nem jó polgármester. Mert akkor a másik párt meg majd az ő egyik polgármestere fogja azt mondani, és akkor a dominó eldönti az egész rendszert. Hát értem, nem minden polgármester ellen van ügyészségi eljárás. Ami lehet, hogy majd kiderül a végén, csak a kampányban láttunk már olyat, amikor szocialista képviselőt a kampány kellős közepén vittek el rabláncon. Igen, és ugye ezekről mindig kiderült utólag, hogy nem állnak meg a bíróságon. Azért mondom, hogy akkor másfélképpen fogalmazok. Azért nem szeretnék ennél többet mondani erről, mert én ezt az ügyet meg akarom oldani, és minden mondat, amiben én egy kvázi nagyon markánsan beleállok, azt szerintem ezt nem segíti elő. Szerintem zuglóban nem képzelhető el az, hogy az ellenzéki pártok ők egymással szembe induljanak. Nem csak azért nem képzelhető el, mert, mert zugló számomra is túlságosan fontos, hanem azért sem, mert ez, ez mindenképpen kihatással van az összes többi kerületre. Például azért, mert van egy fővárosi kompenzációs lista, ami rajta vannak a polgármesterek és ezeknek a, az, hogy ezzel, hogy az, az, erre érkező szavazatok még akkor is, hogyha azok nem egy győztes polgármestert segítettek elő, befolyásolhatják. Tehát ezzel elmehet ezen a játékon a fővárosi közgyűlési többség, és nekem az az elsődleges szempontom, hogy ez, ez a veszély föl sem merüljön. Tehát szerintem ez a konfliktust, ezt meg kell oldani. Szerintem az elképzelhetetlen, hogy zuglóban ne legyen egy közös ellenzéki jelölt. Nem, nem hiszek az előválasztásban, mert szerintem nem oldja meg ezt a konfliktust, mert egyszerűen annak a szabályában olyan csontok vannak. De hogy már sehol se hisz benne? Nem, generálisan nem hiszek benne, hanem nagyon sok párttal beszélgettem erről, és tudom azt, hogy egyébként azt hiszem, ilyenkor szoktak az ellenzéki szavazók mély esni, amikor a politikusok akkor belemennek ilyen technikai nuanszokba, de akkor hagyd mondjak egyet. 2022-ben, a, vagy 21-es előválasztáson ö, volt lehetőség online is szavazni. Az online szavazók azok teljesen máshogy szavaztak, mint az offline szavazók, hiszen nyilvánvalóan más korosztály, még más társadalmi réteg. Az, hogy lehet online szavazni, vagy nem, azokat elönti az előválasztást. És ezen például van nagy vita a pártok uh -huh. között, hogy a 21-es tapasztalatokat hogyan, hogyan emésztettük meg. Szóval egy szó, mint én alapvetően tartom azt az elvet, hogy a megválasztott polgármesterek újrázását feszegetni, ez szerintem nagyon veszélyes játék, és és, 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 az uglóban meg kell tudni állapodni. Mint hogy meg kell tudni állapodni azokban a kerületekben, akár Soroksár, Csepel, vagy éppen Budafok, ahol most nagy van a pártok között. Adománygyűjtés. E, azt mondta a Partizánban, hogy ezek anonim adományok voltak, így ön nem is tudja, hogy kik voltak az adományozók. Nekem 2021-ben, még a jelen műsorában a miniszterelnök jelölti visszalépése után. Idetem, azt... Én tettem, legrosszabb interjúja volt, azért azt tegyük hozzá. Hát, Mármint, hogy kinek a szempontjából. az enyémből. Igen. E, ott szó szerint idézem, hogy mit mondott. E, már akkor tudható volt Márkizai Pétertől, hogy érkezett önhöz. Milyen? Körülbelül ezt az összeget tudtuk már akkor is. Szerintem egy jó jelöltnek az is a feladata, hogy összeszedje a pénzt a kampányára, és nekem ebben rengeteg munkám van. Nagyon sok támogatóval kellett erről személyesen beszélgetnem. Ezek szerintem mégis tudja, hogy kik a támogatók. Hát nézze, én nyilván nagyon sok emberrel beszélgettem, de hogy ki támogatta a kampányomat, nem tudom. Tényleg. És a tudnám sem mondanám meg, hiszen ez része az volt. Az egy más kérdés. Igen. De hogy akkor tartja, hogy ön nem tudja, hogy kik azok, akik. Hát Istenek, van, van egy ember, aki, hogy is mondjam, Coming out ugye. Igen. Bolyár Gábor, de hát, hogyha más nem akarja saját magát felfedni, akkor én sem fogom. És egyébként természetesen én értem, hogy a politika és a pénz és ezek a misztikus dolgok, ezek nagyon foglalkoztatják az újságírókat, mert nyilván a politikát követ embereket is. De azért engem azért ez egy kicsit, hogy is mondjam, értetlenséget tölt el, hogy nem ebben a beszélgetésben, mert most én ülök itt. De mondjuk azt, hogy a CÖV, vagy éppen a Megafon miből kampányol, vagy miből működik, hát, ha itt ülne, akkor és hogy húszszor, ugye biztos vagyok benne, hogy ön, 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 ön feltenné a megfelelő kérdéseket, csak ugye nincs mód, de azért az, hogy a magyar ellenzéki sajtó összességében nagyjából 20 annyit foglalkozik az én egyébként 20 annyi pénzemmel, mint, mint, a, mint, a, megafonéval, az egy, az, egy, az egy, nem egy ideális helyzet. És tudom, hogy nem önökön múlik, csak azt szeretném mondani, hogy azért ez egy, az egy érdekes hát helyzet. Hát értem, csak közben meg vannak nem feltétlenül tisztázott dolgok. És ezek a beszélgetések Igen. arra vannak, hogy talán akkor tisztázzuk. A titkosszolgálati összefoglaló jelentős azt, jelentés azt állítja, hogy a befizetések háromnegyede, amit ugye Perjes Gábor párbeszédes politikus tett meg, 382 millió forint valutában, euróban vagy angol fontban került a számlára. Ez helytálló? Én ezt ott olvastam, tehát ezt mivel én, én egy jelölt voltam ezen a választáson, nem kampányfőnök és pénztárnok, nyilván én beszélgettem sok emberrel erről a kampányról, az, hogy aztán utána ki érezte azt, hogy ezt a kampányt támogatni kell, vagy ki érezte azt, hogy nem kell. Jó, de ennek fényében mondjuk az a Facebookra kiírt mondata, hogy nem érkezte dollár, meg rúbel sem. Ez hát, azért lesz, a tényszerű állítás? É, én csak a valóság, hogy, hogy mondta Gyurcsány Ferenc teljes egészének nem kibontása. Nem? De, persze, de, világos, csak ugye dollárban oldalzunk, és közben kiderült, hogy dollár már nincs, de most ez, ez, nyilván ez egy, ez egy, ez, egy, ez egy vicc. Én két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és egyébként azért nem tudok többet mondani, mert nem tudok, és szerintem nem is fontos. Az egyik az, ennek az adománygyűjtésnek az összes ágát, bogát jelenleg különböző nyomóhatóságok nyomozzák. A NAV, a, nem tudom, az űrkutató intézettők, ez mindenki ezt fogja nézni. Jelenleg a Fidesz éppen törvényt akar módosítani azért, hogy az ellenzéket még jobban beszorítsa. Nem tudom, hogy pontosan milyen irányba, és hogy milyen mértékben fogja az adománygyűjtéseket befolyásolni, nem tudom. Hát valószínűleg külföldről, külföldi adományt nem fogadhatnak el. Hát de az egy ténykérdés, hogy ezek az adományok Budapesten kerültek bele az adománygyűjtő ládába. Ez, ez egy ténykérdés, ha nem így lenne, akkor már már rég megírta volna a magyar nemzet. Szóval az egyik dolog az, hogy ez egy teljesen jogszerű és minden szempontból minden létező jogszajnak megfelelő adománygyűjtés volt, ez szerintem száz százalék, ez azért fog kiderülni, és lehet, hogy csak június 10-én, a választás után egy nappal, mert az összes létező Fideszes nyomozóhatóság ezen dolgozik. Kettő. Egy filér közpénz nem volt. És innentől kezdve szerintem nincs több kérdés. Mert azért, hogy mondjam, ha egyszer valaki Orbán Viktor le fogja váltani ebben az országban, akkor ennek a pénznek nagyjából a 20 fogják költeni. Mert a politika az nagyon sok mindenről szól, alapvetően szerintem elvekről, hitekről és arról, hogy meg tudjuk-e ragadni az emberek képzeletét, de egy fidesz szemben kampányolni Magyarországon az egy nagyon-nagyon kemény küzdelem és földharc. Tehát én arra szeretném csak az ellenzéki közvéleményt fölkészíteni, hogyha egyszer lesz, hogy Magyarországon lesz politikai változás, és nem úgy lesz, hogy hogy egy utcai fordalom elsöpri a kormányt, vagy éppen nem tudom valamilyen előre nem látható furcsa fejlemény okozza a rendszer végét, hanem parlamenti választáson lesz leválasztva, akkor nagyon sok pénzt fognak elkölteni abban a kampányban. És nyilván a Fidesz mindent meg fog tenni azért, hogy ez a pénz ne álljon elő. Mert a Fidesz hatalmát valójában az az a politikai versenyfutásnak az az extrém eltorzítása eredményezi, amivel valójában van szabad választás, tehát elvileg van szabad választás, gyakorlatilag meg nincs. A márkizai féle 4 milliárdról tudjuk, hogy annak a jó részében az Action for Democracy részt vett. Az önében részt vettek -e? Hát nem tudtak részt venni, mert akkor nem is volt még Action for Democracy, amikor volt ez a kampány. És akkor ennek előzményese, tehát igazából az a kérdés, hogy Bajnai Gordonik részt vettek-e az ön finanszírozásában? Hát Bajnai Gordonnal én elég sokat beszélgetek, és ő nyilván egy befolyásos ember. Az, hogy mit tett ennek érdekében, hogy ez a pénz összeálljon, vagy nem, ezt én soha nem kérdeztem meg tőle, és ezután sem fogom. Azt elméletben, csak ha már idehozta a szuverenitási törvényt, ön jó dolognak tartja-e, hogy egyébként külföldről ne lehessen kampányokat finanszírozni? Szerintem ez önmagában nem egy megválaszható kérdés, és azért nem, mert az a kérdés, hogy egyébként milyen a, mennyire fel a politikai verseny. Kettő, mit tekintünk kampánynak? Tehát most, és most tényleg okay. csak hogy mondjam, nem, nem visszalőni szeretnék, egyáltalán nem. De most ugye itt ülünk egy stúdióban, egy szabad sajtótermék amelyet meg szintén külföldi finanszírozása van. Az amerikai kongresszusi. Éte, de, de, szerintem ez teljesen oké, okay, és egyáltalán nem, nem, akarom a kettőt összemosni, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy hol van a választóvonal. Tehát, hogy, hogyha én megosztom ezt az interjút, amit készül, reméletűleg büszke leszek rá, és, és nem fogom azt mondani, hogy közben a kisfiám röplabdenzésére gondoltam, öh, akkor, öh, akkor az, politikai kampány, vagy egy szabad sajtótermék működés. Azt, szóval igazából ez egy nagyon vékony jég. És én azzal egyetértek, hogy, hogy, hogy pártok kampányához csak hazai forrásokat lehessen felhasználni. Uh -huh. Egyébként én azzal is egyetértenék, hogyha például tilos lenne fizetett hirdetéseket feladni. Tehát Magyarországon szerintem ez javítaná a demokrácia minőségét. Orbán Viktor egy időben ezt az álláspontot képviselte. Akkor még ellenzékben volt. A, hát igen, és hát ugye tudjuk, hogy az üléspont és az álláspont az, az hogy függ össze, főleg nála. De hogy ezeket nem lehet, tehát nem lehet anélkül nézni, hogy, hogy van, egy, van egy elképesztő erőforrás többlettel rendelkező rezsim, ami tényleg az adófizetők pénzéből tényleg gátlástanul úgy költik tényleg propagandára, hogy ahogy azt nem szégyellik. Vannak kifejezetten ilyen álcivil szervezetek, amelyeket beékelnek a pártok és a civilek közé, kitömjük őket közpénzzel, és azt mondják, hogy civilek, és, és tényleg a közpénz 10 és 100 milliárdokat tolnak bele, Ebben a, verseny helyzetben versenyhelyzetben szerintem az, hogy egy ellenzéki kampány nem párt részében, de nyilván az ellenzéki pártok, vagy a politikai változás érdekében vannak külföldi támogatók, én ezt önmagában a demokrácia szempontjából nem egy hátránynak, hanem egy előnynek gondolom, mert valamit legalább javít azon az elképesztő És nem kérdést, vagy idegen államok beavatkozásán? Hát szerintem... Ez önmagában ez egy jogos felvetés, csak ebből szerintem az ég nem következik semmi. Tehát az a kérdés, hogy aki elfogad valakinek a támogatását, az mit ad érte cserébe? És mi van, ha nem ad, ad érte semmit? Tehát én például azért vagyok több nyugodt ezzel az adománygyűjtő ügyel kapcsolatosan, mert egyrészt tudom, hogy jogszerű volt, másrészt meg én nem tudom, hogy ki adta ezt a pénzt. És azért nagyon fontos, mert a úgy alakul volna az élet, hogy én miniszterelnök vagyok, akkor meg ruha, akkor meg azt a nem szeretném tudni. És akkor hagyd ragadja meg az alkalmat, ezt mindig ilyenkor elmondom. Én újabb kampányra készülök és nyilván nehezített pályán, hiába már elvileg hatalmi pozícióból indulok, de mégiscsak így a szemben sokkal nehezebb kampány jön, mint amin a 19-es volt. Részben azért is, mert a pártok mással lesznek elfoglalva, mert van egy választás, és nem tudom, miből lesz pénz például. Én nagyon kérek mindenkit, hogy támogassa a kampányomat, és nagyon kérek mindenkit, hogy ne kérjen cserébe semmit. Tehát én olyat, abban olyan beszélgetésben nem megyek bele, hogy akkor majd utána majd nem tudom mit. Tehát, hogy nem. Én, um, de de... Itt, én egy dolgot tudok megígérni, hogy én legjobb hittem és tudásom szerint fogom ezt a város szolgálni, az ellenzék közös ügyét fogom szolgálni, ha valaki ezt hozzájárul, akkor ezt megköszönöm, de tőlem cserébe más ne várja, mint amit akkor is csinálnék, hogyha nem adott volna egy fénylét se. E, ugye ezt talán a Gulyás médiának mondta korábban, hogy szeptemberben elindul a, az adománygyűjtő, És, igen. vagy, igen, adománygyűjtő és az aktivista állózat újraélesztése is ez elkezdődött? Abban az értelemben igen, hogy, 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 nekem van egy viszonylag nagy e-mail listám, ahol, ahol állampolgárokkal, meg mindenféle más csatornákon nevezgetünk. A menetrendemet Karácsony egy kicsit... <laughs> hát jó, de ugye ezek teljesen jogszerűek, <laughs> tehát minket aztán az adatvédelmi hatóság tényleg a, a, mindenhol benéz, és tegye is ezt, tehát nincs ez semmi <laughs> baj. Tehát igazából azért egy kicsit ezt elhalasztottam, mert azt gondolom, hogy, hogy ezt akkor érdemes csinálom, amikor a politikai megállapodás legalább nagy, nagyobb mértékben kialakul Budapesten? 2019-ben magához képest szerintem a Fidesz sok hibát elkövetett. Ahogy más nem mondjak, Tarós Istvánnak nem volt Facebook oldala. Azóta viszont van például Megafon, és nem tudom, hogy mennyire lehet például abban bízni, hogy lesz egy újabb borkai ügy. Nem tudom, mennyire. Van benne egy esély latolgatásba, vagy számlatolgatásba. Abszolút. E, mert hogy ugye 2019-ben, mikor megnyertek, azt mondta, hogy ön egy pizzázóba felírta magának előre egy vagy százalék pontossággal az eredményt. A, a, a testületi többség, e, tehát, a, tehát hogy mondjam, darab, nem százalékokat írtam le, hanem, hanem a közgyűlési összetételét is azt eltálltom most el tudja találni, hogy mi lesz? Hát a választás előtt egy nappal, tehát az lenne a felhőszorosulítás, igen, de én azt vállaltam, hogy elmegyek ugyanabban a pizzériában, és ugyanúgy felírom majd a számokat. Én szerintem kizártnak tartom, hogy az ellenzék ne nyerne Budapesten. És a Fidesz nem azt a hibát követte el, hogy nincs van a Facebook oldala, meg hogy nincs Tarlós utóda a Fidesz oldalán. Azt a hibát követték el, hogy szembe mentek ezzel a várossal. Most lehet, hogy ez politikailag nekik valamilyen szempontból kifizetődik, én ezt nem tudom megmondani, hogy erre hogyan reagálnak a szavazók, nem tudom, házán, tényleg. Csak remélni tudom, hogy rosszul, de hogy Budapesten nagyon rosszul reagálnak, az biztos. Tehát igazából, ha én egy közepesen jó főpolgármester lennék, hogyha az ellenzék egy közepes teljesítmény nyújtana, akkor is megnyerni a választás. De hál' Istennek nem ez van. Uh -huh. Szerintem az ellenzéki koalíció jó teljesítmény nyújtott, borzasztó nehéz között dolgoztunk, és tényleg tudom, már én is unom magamat. De azért hagyd mondjam el, hogy azért, azért nem akármi az, ami mit keresztül mentünk. Tehát összességében kormányzati megszorítások, COVID-járvány, energiakrízis, infláció, kamatterher növekedés. Ez elvitt a fővárosi önkormányzattól és a cégeitől 330 milliárd forintot. Tehát ez egy fölfogadható mennyiségű pénz. Közgazdász barátaim csodálkoznak azon, hogy mi még élünk. Néha én is. Ehhez képest az a, ezek az ellenzéki pártok, amik alkotják a fővárosi koalíciót, akik egymással egyébként úgy össze tudnak veszni egy facebook fézőbejegyzéssel, mint a HUZAT, itt nagyon fegyelmezetten, szerintem egyébként elvszerűen, nyilván nekem is vannak. A Momentum el. és a DK is? Abszolút, abszolút, Tehát abszolút. Nem látszik mondjuk az a szakítási hangulat, amit a Donát dolgozat után. Hát sokan hát Biztos hogy, sok helyen látszik. Én azt tudom mondani, hogy azokon a helyeken, ahol én mondjuk például a főpolgármesteri kabinett ülésen, ahol ott vannak a frakcióvezetők, meg a helyettesek, ott mi egy csapat vagyunk. Tehát én ott nem látom. Vannak, vannak közpolitikai viták. Tehát mondjuk legyenek kerékpársával, nem tudom hol, abban a momentum általában azt mondja, hogy legyen a DK, inkább azt mondja, hogy ne. De hát ez miért nem mondaná? Tehát nem arról van szó, hogy mi ugyanazt gondoljuk a világról mindenben, hanem arról szól, hogy mi egy csapatként tekintünk magunkra, akinek vannak közös céljaink, és azok a viták, amelyek, hogy mondjam, természetből kifolyólag vannak egy koalíción belül, ezek a viták általában bent is maradnak. És ez szerintem egyébként ez helyes, nagy a transzparencia nagy híve vagyok, de nem minden vitának van, hogy majd demokráci építő jellege. Tehát összességében szerintem ez a koalíció jó a a kerületi polgármesterek szerintem helyben népszerűek, túlnyom többségüket nagy arányban újra fogják választani, szerintem mindegyiket újra fogják választani, de vannak sokkal nehezebb helyzetben lévő polgármesterek, nyilván is vannak olyanok. Akkor a közgyűlési többség is meg lesz, ugye? Igen, igen. Mert igen. nyilván az a. Tehát tehát persze, persze, nyilván kérdés, egy polgármester koalíciós többség ön... nélkül, az igen. persze, persze. De én azt gondolom, hogy azokat a kerületeket, amelyeket megnyertünk 19-ben, ezeket újra meg fogjuk nyerni, kivétel nélkül, én azt gondolom. Pikó és Vénaszá is. Nyilván nekik a legnehezebb, hiszen ők nagyon kicsivel nyertek, és ott a Fidesz tényleg ott atombombákat vonulta föl azért, hogy visszaszerezzék. Szerintem egyébként ez nekik árt. Tehát amit a Mártával csinálnak, azt szerintem egyszerűen kimutatja a Fidesz valódi arcán Budapesten. És meg fogunk nyerni még olyan kerületeket is, ahol, ahol jelenleg Fideszes polgármester van. Egy utolsó kérdés csak, mert a, az öt évvel ezelőtti, vagy négy évvel ezelőtti e, ígéretében volt egy arra vonatkozó is, hogy a tarlós a korrupciós ügyeit ki fogják vizsgálni. Volt erre egy bizottság, Kerpel Fronius Gábor vezette, ami a biodóm, a metró, a bálna, tényleg nagyon sok ügy volt. Egyből se lett feljelentés, egyből se lett elszámoltatás, lett egy, jelen, egy bizottsági jelentés. Ez azt jelenti-e, és kimondható-e, hogy teljesen makulátlanul működött és tisztességesen Tarlós István és az ő környezetet. De egyrészt voltak feljelentések, ez nagyon fontos. Egy részüket maga Tarlós István tette még a kampányban, például elektronikus jegyrendszer ügyében, ahol azért eltúl 14 milliárd forint. Pontosabban, hát ki lehet fizetve, az semmire. Uh -huh. Ott van a bigodóma, amit hát úgy nézegetünk kívülről, benne van azért egy 40-50 milliárd forint közpénz. És voltak feljelentések, és vannak nyomozások. Hogy ezek hol tartanak, hát uh, nyilván, vagy mondjam, láttunk hát már én ilyeneket. Én nem láttam nyomát annak, hogy bármi is, tehát hogy kézzelfogható bármi történt. Szerintem ez a jelentés egyébként nagyon-nagyon tanulságos. Én hallgatom, hogy olvasja mindenki. Ez sok munka van benne, és egyébként uh, szerintem azért nagyon tanulságos, mert fölhívja a figyelmet például arra, hogy a, a főváros uh, forrásszegénysége, ami egyébként sajnos nyilván nem ebben a mértékben, de korábban is fönnállt, egy olyan furcsa, pervez logikát eredményez, hogy a főváros néha belevág ilyen túl gondol projektekbe ahol most nagyon össze akarja, oda, oda, akarja rakni magát, mondjuk kitalálja a világ legbonyolultabb elektronikus uh -huh. egyrendszer projektjét, és nem tudja levezényelni, és elbunkol 14 milliárd forintot. Azért azt szeretném mondani, hogy ha az elektronikus egyrendszert közbeszerzést az én időmben írják ki, és az én időmben lehetetlenül el, én most börtönben lennék. Én abban egészen biztos vagyok. Tehát Arnós István nyilván, és nem is kívánom, hogy oda kerüljön, értse félre. És nem is egyértelmű, hogy bűncselekmény történt, vagy csak egyszerűen a totális alkalmatlanság. A másik pedig ez a biodóműgy, ügy, az, az megmondom őszintén, az, az engem sokkolt, mert én egyébként én ezt támogattam én az Ulai koromban, nyilván kívülről ez jól, jól, nézett ki, de azért az, hogy, és ilyen szempontból hagyj utasítsam vissza azokat a mondatokat, hogy miért nem fejeztük be. Tehát igazából az, hogy a befejezéshez 5 forint kell, vagy 40 milliárd forint, ezt mi számoltuk ki elsőnek. Tehát magyarán vannak olyan, tehát ebben a forrás szegénységben, mivel van egy ilyen politikai ilyen random döntések, hogy akkor a miniszterelnök azt mondja, hogy ez neki tetszik, és akkor odavágnak 40 milliárdot, és senki nem nézte meg, hogy akkor ebből jó, de ebből hogy lesznek majd a telefántok. És akkor ide, ja, ahhoz kell még 40 milliárd. Ja, mert eddig csak egy fóliás akartunk építeni. Ja, értem, hát az rohat jó ötlet. Tehát azt gondolom, ez a jelentés szerintem eléggé fontos meglepításokat tesz. Nem büntető jog értelemben. És akkor a másik példám ez a hármas metró. Tehát az, hogy hogy a főváros vezetése egyébként új metrókocsikat akart venni a hármas metróhoz. Hogy a kormány ezt teljes mértékben megakadályozta. És tulajdonképpen most a mostani városvezetés fizet évi 20 milliárd forint banki kamatot. Többek között azért is, mert banki hitelből uh, újították uh -huh. meg az orosz metrókocsikat, és a fővárosnak az akkori vezetésének nem volt mozgástere. Uh, az ebből a jelentésből feketén-fehéren kiderül. És egyébként uh, szerintem egy új városvezetésnek, tehát hogyha egyszer egy másik városvezetés lesz Budapesten mi utánunk, szerintem mindenkinek kutya kötelessége az információ birtokában visszanézni és megnézni az, hogy mi történt. Nekünk nem volt az az elvárásunk, hogy derüljenek ki az óriási nagy korrupciók, hanem derüljön ki, hogy mi történt. Uh -huh. És olyan szempontból, hogy tehát nyílt korrupció a tarlós időszakban ö, szerintem nem volt. Vannak vitatható közbeszerzések, ezekkel mi is közdünk egyébként, tehát azért van még néhány, még mindig érvényben lévő közbeszerzés, ami, aminél tudnék jobbat elképzelni. És ez szerintem részben azért volt, mert egy Tarlós István egy becsületes ember. És szerintem ezt is, mert, tehát hogy mondjam, én olyan az országban szeretnék élni, ahol azért, mert valaki fideszes polgármester, én nem mondom rá azt, hogy ő, hogy ő, hogy ő korrupt lett volna. Nem, szerintem a Tarlós becsületes volt. És lehet, hogy voltak rossz döntései, illetve abban a rendszerben, amit ő vezetett, voltak rossz döntések. De lehet, hogy ezeknek, ezek kapcsán neki van személyesen politikai felelőssége, lehet, hogy ez csak egy közvetet, lehet, hogy közvetlen. Erről szerintem lehet beszélgetni. Ez a jelentés egyébként ebben viszonylag nyilván egyértelmű állásfoglal. De a tanulós korszak, főleg a Fidesz egész működéséhez képest egy becsületes korszak volt. Nagyon sok minden nem értettem egyet, nagyon sok mindenben én más gondolok, nagyon sok mindent úgy éreztem, ami maradi és a 70-es évek mélyépítő logikáját követi ebben a városban, ezért indultam el vele szemben. A is van egy becsületes ember, ez a helyzet, és ez egy jó hír. A jövőre nézve még mondjon egy mondatot, tegyen egy vállalást, amire azt gondolja, hogy a legfontosabb lesz az elkövetkező öt évben és amit öt év múlva számon kérhetek. Én arra készülök, hogy az elkövetkező hónapokban a választásokig azokkal a konkrét projektekkel fogok kampányolni, amelyeket, amelyek benne vannak azokban az Európai Uniós projekttervekben, tervekben, amelyeket azt gondolom, hogy meg fognak tudni valósulni, mert az mégse lehet, hogy Magyarország nem jut hozzá az Európai Uniós forrásokhoz. Tehát teljesen megalapozott lesz a kampány. Minden olyan projekt, amit, amiről beszélni akarok majd a kampányban, aznak, annak az, az elfogadott operatív programokban szerepel és uh, arról fogok beszélni, amivel, amit, amit amit az elején mondtam. Tehát ez lesz a, a fő üzenet. Szerintem egy nagyon nehéz korszak jön. És uh, tudom, hogy uh, rossz hírhozóját azt nem szokták szeretni, de én, én, én szeretném elmondani azt, hogy nem a világ vége jön, de a klímaváltozás az itt van velünk, és ezt a város nem készítjük fel arról, hogy tudjon ehhez adaptálódni, akkor ez a város nagyon rosszabb hely lesz, mint amilyen most. És ehhez képest lehet sokkal jobb hely is. És tulajdonképpen az összes olyan projekt, konkrét projekt, amit csinálni fogunk, villamos felújítástól, parkosításon keresztül, a lakásügynökségen át, bármilyen más ilyen szociális selállátórendszert érintő beruházásig, az mind arról szól, hogy ennek a városnak az erejét, az ellenálló képességét megőrizzük, és ezt az ellenálló képességet bővítsük, hogy a klímaváltozást el tudjuk viselni ebben a városban. Erről fog szólni a kampányom ha valaki azt várja tőlem, hogy én legyek Orbán Viktor nevét legtöbbször kimondani ezek a politikusok, akkor ebben csalódni fog. Ebben a versenyben nem tudok részt venni. Hál' Istennek az EP választáson mindenki annyit Orbánozik, amennyit gondol, vagy annyit nem, amennyit nem gondol. És természetesen el fogom mondani azt, hogy az a politika, amiben hiszünk, az hol ellentétes a kormányéval, szinte mindenhol. De nem szeretném azt, hogy ahogy 19-ben nagyon sokan azért szavaztak rám, mert Orbán Viktornak akartak adni egy politikai taslit, azt szeretném, hogyha azért szabadnak rá, mert tudják, hogy ezt a programot meg fogom csinálni. Főpolgármester úr, köszönöm szépen. Ez volt a címlap. Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Én Benyó Rita vagyok, viszont látásra, viszont hallásra.